Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kultúrcseppeket látják itt a TV Budakalászon. Mai adásunkban is a legfrissebb kulturális híreket hoztuk el önöknek. Tartsanak velünk! Múlt héten országszerte megemlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. Budakalászon sem volt ez másként. Elég egy dátum, március 15-e. Erre az ünnepre büszke minden magyar. Budakalászon is megemlékeztek az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról azon a városi ünnepségen, ahol fellépett a Lemvirág táncegyüttes mellett a Válaszút zenekar is. Nemzeti ünnepünk alkalmából országszerte tisztelektek a 48-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt.
Budakalászon sem volt ez másként. A közös főhajtás reggel 10 órakor kezdődött a Szent Kereszt felmagasztalása templom kertjében. Kicsi és nagy, mindenki tanulja, tudja, és emlékezik a 170 évvel ezelőtti március idusára, amikor 1848-ban a Magyarország függetlenségéért vívott szabadságharc. A nemzet hőseire évtizedek óta megemlékezünk, nemzedékről nemzedékre idézzük fel, alakjaikat megelevenítve az 1848-49-es eseményeket. Az ünnepek azok alkalmat adnak arra, hogy visszatekintsünk az elmúlt időszakban végzett dolgainkról, és ugye most 170 esztendeje volt ugye a 1848-as forradalmi szabadságharcnak a kitörésének a kezdete. És ez egy fontos dátumnak azt gondoljuk, és az őseinknek a tisztelete, a megbecsülése az mindig is fontos számunkra. Közhelynek tűnhet, de nem közhely az, hogy aki a múltját nem tiszteli, annak a jövője is bizonytalan. Mi tiszteljük a múltunkat, megállunk egy kicsit ezen az ünnepnapon is, összegyűlünk, emlékezünk az a hőseinkre, akik a zászlót magasra tartották, utat mutattak, és azt a zászlót nekünk is továbbra is vinnünk kell, mert nekünk is azt kell tennünk, hogy a majd utánunk következő generáció azt mondhassa, hogy mi is elvégeztük a dolgunkat, és ne legyenek ránk, hogy is mondjam, haragosak az égiek, és legyenek ránk büszkék, ha majd egyszer ott fönn találkozunk velük, hogy akkor mi is megtettük azt, amit megtehettünk. Kiemelkedő helyet foglal el szívünkben március 15-e, mert minden magyar ember magáénak vallja, sajátjának érzi. A magyar nép mindig tiszta szívvel, fenntartások nélkül ünnepi történelmünknek ezt a magasztos eseményét. Büszkén emlékszik vissza a 170 éve zajlott forradalom és szabadságharc példaértékű üzeneteire. De mit is ünneplünk március 15-én? Miért tűzünk ki nemzeti színű szalagot, kokárdát mellkasunkra? Az 1848-ai történelmünk bizonyságul szolgál, hogy nem vagyunk elaggott nemzet. A budakalászi megemlékezésen minden évben fontos szerep jut a Lemvirág táncegyüttesnek, akik idén is több produkciót mutattak be a megemlékezőknek. Van közös elem ez a Lemvirág táncegyüttes, aki úgy gondolom, hogy Budakalászon megkerülhetetlen, de van egy dramaturgiája az ünnepségnek, amit azért tartani szoktunk. Tehát arra gondolok, hogy a köszöntő, a himnusz, a szózat, a koszorúzás, ezek mindig állandó elemek. Idén a Lemvirág táncegyüttesből a felnőtt fiúk, idézőjelben a felnőtt fiúk fognak közreműködni, akik egy verbunkos toborzóval idézik meg a 48-49-es időket, és utána pedig lesz egy rövid műsor, ez a Válaszút együttes. Az elnevezés onnan ered, ez egy erdélyi település, és ott született Vas Albert, tehát azért választotta a zenekar ezt a nevet, és ők fognak öt számot elénekelni, ketten gitárkísérettel, olyan számokat, amit úgy gondoltunk, hogy ez az ünnepséghez illik. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Társadalmi reformjával a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológiai részévé vált. Erre az ünnepre büszke minden magyar, határon innen és azon túl is. Méltán is lehetünk büszkék, hiszen 1848. március 15-én példaértékűen cselekedtek a márciusi ifjak, amikor szabadságukért szembeszálltak az elnyomó hatalommal. Kattog az agyam a termet csendben, egy postakocsi ferráz. Az éjszakát a pusztán töltöm, farkasok lesnek rám. Puskámat csőre töltöm, már nem is remeg a szám. Kérvényt küldtem a királynak, de a fejesek sohasem változnak. Elutasítottak, mindent nekem mondtak, már nem is érdekelnek. Végeztem, amit tettem, megtettem, megbűnődtem mindenért.
kényszer volt, a régi életem másról szólt. Egy esély nekem is jár, egy utolsó esély nekem is jár. Apám kötélem végezte, lovat lopott valakitől, de anyám így is szerette, és féltette a vérétől. A szakmát én is kitanultam, folytattam a hagyományt, gazdagokat látogattam, és elvettem, ami járt. Igazságot osztottam, és a szegényeknek mindig adtam. Ha kellett, fegyvert fogtam, ott voltam 48-ban, és raboltam eleget. Végeztem, amit tettem, megtettem, megbűnődtem mindenért. Kényszer volt, a régi életem másról szólt, egy esély nekem is jár, egy utolsó esély nekem is jár. Kivégezni nem akartatok, rabláncon mutogattatok. Látom rajtatok, hogy féltek, ha ez kell nektek, visszatérek, visszatérek. Rózsa Sándor, visszatérek! Volt egy álmom tegnap este, hogy börtönben halok meg, de az Isten úgy rendelte, hogy a nevem bizony fennmarad. Örökre. Rózsa Sándor baladája volt. Köszönjük szépen! Táncszemináriumot rendezett a Rozmarink Szerb Táncegyüttes a hétvégén a Faluházban. Erről láthatnak most összeállítást. Táncszemináriumot rendezett a Faluházban a budakalászi Rozmarink Szerb Hagyományőrző Egyesület múlt héten az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával. Az oktató Jován Zsikigy Belgrádból érkezett, hogy új tánclépéseket tanítson gyerekeknek és felnőtteknek. Különleges programon vehettek részt a helyi szerb tánc együttes tagjai a hosszú hétvégén a Budakalászi Művelődési Házban. A Rozmarink tánc együttes minden évben új koreográfiával bővíti repertoárját, nincs ez másként idén sem. Kihasználva a 4 napos ünnepet, nem kell senkinek se szabadságot kivenni, tehát mi most, hát reményeink szerint csak 3, de az is lehet, hogy 4 napon keresztül táncolunk. A Rozmarink táncegyüttesnek a gyerek és a felnőtt csoportja is megtanul egy-egy koreográfiát, és ennek a segítségül Belgrádból hívtunk egy koreográfust, ő foglalkozik a gyerekekkel is, meg a felnőttekkel is egyaránt. Miből épül fel ez a mai táncszeminárium? Hát eléggé fárasztó. Reggel kezdtek a gyerekek, másfél órán keresztül táncoltak, utána rövid szünet után jöttek a felnőttek, megint másfél óra tánc, aztán éppen
után most egy kis csendes pihenő, ebéd és csendes pihenő után vagyunk, és délután folytatjuk ugyanígy felváltva felnőttek, gyerekek. Hát nagyon fontos, hogy az itt élők megismerjék a nemzet, többi nemzetiségeknek a kultúráját is, és ennek nagyon jó felülete itt a kalászi vigasságok például, tehát hogy meg a pilisi kóstoló, ahol nem csak a táncokat, hanem a gasztronómiát is meg tudjuk mutatni. Úgyhogy az a tervünk, hogy az a két tánc, amit most megtanulunk, az itt először június 8-án a kalászi vigasságokon megy majd színpadra, az lesz a premier. A táncegyüttes vezetője szerint kiváló az együttműködés a csoport és a táncoktató között. Jován Zsikity örömmel fogadta el a meghívást a szemináriumra. A Jován Zsikity koreográfussal 4 évvel ezelőtt találkoztunk, egészen pontosan én kerestem egy koreográfust egy bizonyos fajta új koreográfiához. Egymásra találtunk, és annyira jól sikerült az első együttműködés, hogy azóta most ez már a harmadik koreográfia, amit harmadik és negyedik tulajdonképpen, amit tanít nekünk. Nagyon jól bánik a táncosokkal, nagyon jó hangulatú próbákat tart, és nagyon szeretjük, mert tényleg autentikus módon első kézből mutatja meg nekünk a szerb tánclépéseket. Naša saradnja počela je 2014-te sasvim slučajno. 2014 óta dolgozunk együtt az együttessel, az interneten keresztül ismertük meg egymást. Ez már a negyedik koreográfia, amit együtt tanulunk. Reméljük, hogy továbbra is megmarad ez az együttműködés. A csoport tagjain kívül sajnos nem tudtam megismerkedni másokkal, de a táncosok kellemes meglepetést okoztak. Csodálkoztam azon, hogy Magyarországon szerb értékeket őriznek, ezt nagyra értékelem. Sok szerb csoport nem vigyáz úgy a kultúra értékeire, mint itt a magyarok. Az együttes tagjai közül többen a családi hagyományokat, a tradíciót folytatják a tánctanulással. Mióta táncolsz a Rozmarink Szerb Tánc Együttesnél? 1 éve. És eddig miért csatlakoztál hozzájuk? Hát azért, mert ugye szerb iskolába járok, meg a apukám szerb, és nagyon megtetszett a szerb névtánc, és így gondoltam, kipróbálom, és hát nagyon megtetszett, és nem szeretném abba hagyni. Voltak nehéz percek is, ugye, mert egy koreográfia sokszor el kell táncolni, és vannak benne én ugrálós részek, ami eléggé fárasztó, és plusz még az felnőtt is. Miért tartott fontosnak a hagyományőrzést, akár a saját szempontodból, akár a családod szempontjából? Hát szerintem fontos, hogy tovább vigyék a hagyományt, meg minden, és ez szerintem nagyon szép, hogyha így megvan valahol. És most milyen fellépésre készültök, mi lesz a legközelebbi fellépésetek majd? Szegedre megyünk legközelebb fellépni. És készültök már arra is? Igen, arra is készülünk. Ott két koreográfiát fogunk előadni. Akad a táncosok között olyan is, aki az együttesnek köszönheti, hogy megismerkedett a szerb hagyományokkal, itt talált barátokra. Körülbelül 9 éve kezdtem táncolni, remélem, hogy beilleszkedtem már a táncegyüttesbe. Az elején még egy kisebb gondjaim voltak a tánclépésekkel, de megoldottam. Jó a koreográfusunk, jó a csapat, együttműködök. Pont ezek a ritmusok, ami most is megy a háttérben, hogy pezsgő, és hogy nagyon gyors, és nekem ez kellett, hogy intenzív legyen. Tehát visszatérek, tehát maga a pezsgés, hogy van egy olyan belső ritmusa, amit ugye nehéz megtanulni, mert ez nagyon nehéz, de idővel ez is megoldódik. Meg is oldódott. Sokat nem tudok a szerb hagyományokról, de már a tájegységeket ismerem. Tehát jobban megismertem Szerbiát, mert járunk is Szerbiába fellépni. Már nagyon sok barátom van szerb, a hazai és a nemzetközi is már, hál' Isten, már van némi kapcsolat. És mit gondol a maihoz hasonló rendezvényekről?
Volt már így ebben részem 4 éve, ugyanígy a Jován volt a feleségével. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, mert kívülről is be tudnak csatlakozni. Ugye az elején te még csak tánclépéseket ugye begyakorolunk, és utána jönnek a koreográfiák. Ugye már egész nap itt táncolnak, eddig mi a visszajelzés, mi a tapasztalat, mennyire volt nehéz és kifárasztó? Hát hál' Isten, én sportos vagyok, nekem ez nem fárasztó, nekem ez élmény, ha táncolhatok. Tehát bármilyen táncot tanulok, gyorsan tanulok, és bármit meg. De nagyon kedves ez a házaspár, nagyon mókás, nagyon közvetlenek, és nagyon jó, ahogy tanít, tehát jó tanítanak, tehát fogékonyság kell hozzá, és akkor ez egyszerűen bejön. Meg a ritmusok azok, a szerb ritmusok, annyira ez a rezgés van, hogy ugye ez jön. Gyorsan tanulok, de úgy látom, hogy mindenki a táncsoportból is. Ami nagyon fontos, és ezt én is vallom, hogy az idegrendszer és az izmok együttműködése, és hogyha van hozzá zene, hát engem felpesdít. Tehát ez olyan, mint egy jó fröccs, mint egy sör, vagy bármi, tehát élmény maga az egész. De és hát van egy társaság, érdemes hozzá csatlakozni, és az első lépések a nehézek. Ha valaki már egyszer bejött, az általában marad. A tánc mindenkié, csak el kell kezdeni, az első lépések nehezek csak, de a ritmus és a barátságos légkör mindenkit átsegít az esetleges kezdeti nehézségeken, ahogy az együttes tagjai vallják.
Adásunk végén programajánlóval búcsúzom. Hétvégén alternatív estel várják a műfaj szerelmeseit a Faluházban. A többi között a Sex Appeal együttessel és a Müller Péter Siami and Friends-el is találkozhatnak. Ennyi fért mai műsorunkba. Új adással legközelebb jövő hét pénteken várjuk Önöket, de addig is visszakereshetik korábbi műsorainkat a szentendre.media.hu/tv/budakalász oldalon. Mára megköszönöm a figyelmüket, legyen szép hétvégéjük. Viszontlátásra!